Az elmúlt héten Jackson Hole-ra figyelt az egész világ, a befektetői társadalom. Jackson Hole egy amerikai kis üdülővároska a hegyekben. Itt tartják éves konferenciájukat a világ vezető jegybankjárjai, és sokszor érkeztek érdekes hírek, információk az elmúlt években erről a rendezvényről. Idén is lehetett számítani arra, hogy esetleg, amikor a Fed elnök asszonya, tehát az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed vezetője beszédet mond, akkor esetleg egy kitekintést ad a Fed jövőbeni monetáris politikájára, esetleges kamatemelési terveire az elkövetkezendőkben. Amennyiben ilyen típusú hír, információ érkezett volna Jackson Hole-ból, akkor az jelentősen megmozgathatta volna az arany árfolyamát. Ez nem következett be, az elnök asszony értékelte ugyan az elmúlt időszakot az amerikai gazdaságban, kiemelte, hogy a munkaerőpiac továbbra is nagyon szépen alakul, új és új álláshelyek keletkeznek, csökken a munkanélküliség. A gazdasági növekedés hosszú távon egészen tűrhetőnek tűnik, nem rózsás ugyan, de tűrhető, tehát igazság szerint ez lehetőséget teremtene egy fokozatos, óvatos kamatemelési emelésre az elkövetkezendőkben. Ugyanakkor arra is fölhívta a figyelmet, hogy a Fed figyeli a egyéb jegybankok monetáris politikáját, tanulmányozza a monetáris lazítást, amelyet más jegybankok követnek ebben a pillanatban, és ez is egy érdekes kérdés, ami a Fednél napirenden van. Tehát igazából sokkal okosabbak nem lettünk, mint voltunk Jackson Hole előtt. Az arany árfolyama ennek megfelelően nem is nagyon reagál, folytatja a július eleje óta látható rövid távúnak nevezhető árfolyam csökkenését. Július elején $1375 tetőzött, legutóbb az árfolyam, azóta jövünk fokozatosan lejjebb, most $1310-$1315 környékén járunk, itt van egy támaszszintje az árfolyamnak, itt még megkapaszkodhatunk, föllendülhetünk némileg erről az árszintről, de könnyen lehet, hogy aztán az árfolyam csökkenés egyelőre folytatódik tovább. Ez az árfolyam csökkenés egyelőre nem más, mint az éveleje óta látott lendületes árfolyam emelkedésnek a korrekciója. Az éveleje óta 25%-ot emelkedett az árfolyam, az $1375-ról meg nagyjából 5-6%-ot jöttünk eddig lejjebb, tehát ez az a normális, ciklikus, trendszerű mozgás, amit meg lehet figyelni az árfolyamoknál. Tovább tarthat még ez az árfolyam esés, az elkövetkezendőkben benézhet a kurzus $1300 alá is, amennyiben az $1310 átszakad, $1200 feletti árfolyamok következhetnek ezután, de ez nem törné meg az éveleje óta látott emelkedő trendet. Az emelkedő trend továbbra is egyelőre érvényben van még. A long oldalon zöld jelzés van, tehát az ilyen csökkenő árfolyamokat egyelőre inkább beszállásra érdemes kihasználni, de persze szép fokozatosan és türelmesen, megvárva, hogy valóban tart-e az $1310 támaszszint, illetve hát, hogyha nem, akkor azt gondolom $1260-ig csúszhat vissza az árfolyam, ott viszont érdemes lehet már beszállni a long oldalon, és a következő árfolyam fellendülésre spekulálni.